Az irgalmas szamaritánus betegápoló szerzetes rendek címmel tartottak előadást a Szent István Király Múzeum Csók István képtárában vasárnap. A téma ezúttal olyan szerzetes rendek munkássága volt, melyek az elmúlt évszázadok során a gyógyítás és a betegápolás mesterségével foglalkoztak. 19-én hétfőn volt a betegápolók világnapja, amit ugye egy angol betegápolónak a Florence Nightingale-nek a nevéhez szoktunk kötni, és hát azt gondoltuk, hogy talán így februárban esetleg jó lehetne egy ilyen témát előhozni, és a szerzetes rendekről még nem nagyon volt szó itt mi nálunk, és hát a betegápolásnak a története az nem elválasztható például a középkorban a szerzetes rendeknek a munkájától. Amikor a gyógyításra és betegápolásra gondolunk, ritkán jutnak eszünkbe a szerzetes rendek, pedig ezeknek a közösségeknek megkerülhetetlen szerepük volt az orvostudomány fejlődésében. Szima Viktória előadásában többek között mesélt a francia antonitákról, az irgalmas rendiekről és a Fehérváron egykor működő johannitákról is, mely szerzetes rendek munkája a mai napig nagy hatással van a gyógyítás tudományára. Hát elsősorban ez egy történeti áttekintés, ezt inkább olyan recepteket hoztam magammal, amiket ma is ki lehet esetleg próbálni, és például fejences csípős paprikás pálinkát lehessen otthon készíteni, de azért említés szinte jár lesz, hogy melyikek azok a szerzetes rendek, amik ma is aktívan működnek, viszont a gyógyszerészi, illetve orvosi tevékenység már jellemzően nem maradt meg. A Fekete-Sas Patika Múzeum programjai a tavasz közelettével sem állnak meg. Márciusban nyírvíz csapolásra invitálják a fehérváriakat, és további előadásokkal és programokkal várják az érdeklődőket.